A koronavírus járvány március közepén parancsolta szárazza az úszókat, köztük a nyíregyházi versenyzőket is. A sportcentrum 2 tucatnyi úszója csak az amúgy sem túl kedvelt szárazföldi munkát végezhette, így érthető, hogy nagyon várták már, mikor szállhatnak ismét medencébe. Az elmúlt hét elején aztán ennek is eljött az ideje, azóta reggelenként nyitási idő előtt az egészségügyi előírások betartásával a sóstói 50 méteres medencében gyűjtik a kilométereket a nyíregyházi úszók. Nyári nagy pihenőben 4-5 hét pihenő szokott lenni, ez most nagyon elhúzódott, és nagyon hosszú felkészülés vár ránk. Ez mindenképpen azt mondom, hogy embert és edzőt és gyerekeket próbáló, szülőket próbáló feladat volt, de átlendülünk, és én azt mondom, hogy ha valaki itt komolyan veszi a munkát, és elkezdjük ezt a szisztematikus építkezést, akkor az év végére a főversenyekre fel tudunk készülni. A nemzetközi szövetségek az idei világversenyeket a következő évre halasztották, hazai szinten azonban szeretnék megrendezni az országos bajnokságokat. A nyíregyháziak közül Szurovcsák Ivett és Hatházi Dóra lehetett volna érdekelt a nemzetközi porondon is. Mivel fiatal úszókról van szó, Urbin Tamás bízik abban, hogy továbbfejlődnek majd a következő hónapokban. A Magyar Úszó Szövetségnek napokban jön ki az elnökségi határozata. Én azt mondom, hogy ők megpróbáltak a lehetőségekhez képest legtöbb országos bajnokságot újra rendezni. December közepére várható a magyar felnőtt OB, csak hosszú pályás OB lesz, és innen visszafelé számolva november, decemberre tehető a korosztályos OB-knek az ideje. A nemzetközi versenyek majdnem napra pontosan egy évvel el lettek tolva 2021-re. Ami nekünk a legfontosabb lesz, az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokság Budapest rendezi, májusban meg lesz tartva, ugye oda szeretnénk, ha esetleg 2 úszónk is részt vehetni, az Ivett és a Dóráról beszélek. A olimpia ugye, szintén ugye az eredeti időpontban, illetve rövidpályás világbajnokság és rövidpályás Európa-bajnokság is lesz, az pedig az őszi szezonra tolódik. Az Ivett tavalyi országos bajnoki eredménye rövidpályán az B szintet jelent rövidpályás VB-re. Én bízom benne, hogy ezen tudunk javítani majd év végére. Dóri esetében egy óriási kérdés az, hogy utolsó éves ifjú volt. Ifjúság Európa-bajnokság maradt el az idén, jövőre megrendezik. A kérdés az, hogy engedik-e a korosztályát korosztályként indulni. Volt már erre több példa az elmúlt évek gyakorlatában, tehát a kimaradt korosztályt azt csúsztatással, de engedélyezik indulni. Illetve az Ivett esetében ugye a 22. életévében van, tehát még elég fiatal, rövid távra készül, tehát arra felkészülni még mindenképpen van esély. Az idősebb úszóknál itt sok kérdés fel fog vetődni, szerintem 1-2 hónap munka után ez ki fog derülni, hogy ki az, aki vállalja tovább is. A szakágvezető hozzátette, reméli, hogy rövidesen már az előkészítő csoportok számára is minél nagyobb létszámban tarthatnak majd edzéseket.